Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni, ami a Linux Mintre vonatkozik. Ezt ki fogom emelni még egyszer, hogy a Linux Mintre vonatkozik. Máshol is meg lehet hasonlóképpen hasonló dolgokat csinálni, de én azt mondom, hogy mivel jelenleg a Linux Mintet futtatom, azon fogom bemutatni. A kérdés az, hogyan tudunk eltávolítani olyan kerneleket, azaz rendszermagokat, azaz a rendszernek a magját, egy nagyon fontos dolgot, amit már nem használunk. Nyilvánvalóan logikus feltételezés az, és valóban így van, hogy egy rendszer, az adott rendszer, ami fut, egy darab kernelmagot fog használni, tehát nem fog 5-öt, 10-et, 15-öt használni. Folyamatosan frissül, és nem feltétlenül távolítom el azt a kernelt, ami felfrissül. Tehát volt egy verziószám, alverziószám, pontverziószám, és akkor automatikusan frissült a kernelem, megkapta a legújabb, legfrissebb, általam elvárt minőségű kernelt, és a régét nem szedtem le. Ennek két oka van. Az egyik nyilvánvalóan egy lustaság, hogy azonnal nem távolítom el. És hozzáteszem, mert mindenkiben megfordul a kérdés, hogy esetlegesen a rendszer miért nem tisztítja ezt ki automatikusan, vannak beállítási lehetőségek, hogy automatikusan eltávolítson bizonyos régebbi kerneleket, de én ezt hanyagolni szoktam. Szóval megkérdezheti bárki, hogy amikor ilyen intelligens rendszert használunk, mint a Linux, miért nem szedi le automatikusan az előző kernelt, amit felfrissített? Tehát a következő generációs már elvileg fent van a gépen, és elvileg fut. Pontosan azért, mert elvileg fut. Hogyha leszedett te az összes régebbi kernelt, és a mostaniról, amit most telepítettél, nem vagy 101, szó szerint 101, tehát nem 100, hanem 101 százalékig meggyőződve, hogy az működik, és nem működik esetleg valami oknál fogva, akkor te nagyon nagy bajba leszel. Nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémádat, azaz ezt erőteljesen kerülni kell, hogy felfrissítesz egy kernelt, azonnal leszedett, anélkül, hogy az újat 101 százalékig kipróbálnád. Jó, hogyha van több kernel, bármi összejöhet, nyilvánvalóan a biztonság számunkra ilyen téren is fontos. Oké, nekem felgyűlt egy csomag kernelem, szeretném letakarítatni, hiszen lusta voltam időnként, hát mondjuk a 2-3 frissítés után, kernel frissítés után a régieket lepucolni, most meg fogom tenni grafikusan. Meg lehet tenni ugyanezeket, természetesen egyértelműen terminálból is, de az a lényeg számomra, hogy ti átlássátok, átérezzétek, grafikus felületen iszonyatosan gyorsan megy, és kényelmes feladat. Nyilván első körben elindítjuk a frissítéskezelőt, beütjük, hogy frissítéskezelő, és el fog indulni. Elindul, lepörgeti azt a szokásos processzet, ami ilyenkor kell, azaz felfrissíti az adatbázist, lekérdezi az összes-összes tárolomról az összes olyan lehetőséget, hogy mit lehetne frissíteni. Ha frissítési lehetőséged van, tehát nem ilyen kis naprakész rendszeredet látsz, tehát, hogyha nem ilyen naprakész rendszert látsz, akkor természetesen minden ilyen munka előtt általában, tehát ahol logikus, légy szíves elvégezni a frissítést. Nincs annak nagy tete, hogy eltávolítasz x darab kernelt, mert azt mondod, hogy neked 2-3 kernel legyen a gépeden, és utána elindítasz egy frissítést, és ő földobja a negyediket, a legújabbat, és akkor már nem az általad választott 2, hanem 3 lesz, esetlegesen nem 3, hanem 4 lesz. Erre azért érdemes figyelni, meg különben is friss rendszereket nagyon szeretjük. Abban az esetben, hogyha ez már megvan, ide megyünk a nézethez, hogy miért a nézet alá tették be a kernelekkel való dolgozást, ne tőlem kérdezd, ők tudják, nekem teljesen mindegy, akárhova teszik, meg fogjuk találni, mert a Linux Mint full extrásan a Mint része, a Linux Mint része magyarul fog hozzád beszélni, logikusan a Linux kerneleket fogjuk megkeresni, rábökünk, itt fel fog sorolni neked sok figyelmeztetést. Az első 1-2 alkalommal el kell olvasni, fontos figyelmeztetések vannak, gyakorlatilag a figyelmeztetés azt jelenti, hogy figyelj már oda, mit csinálsz, ha valamihez nem értesz, ne piszkáld, mert különben balhé lesz. Ennyi. Ezt lefordítottam nektek egy mondatra, olvasd el. Fontos. Oké. A következő gondolat, hogy az összes olyan kernelt leszedjük, ami nekünk nem kell. Ez egy kis macera, de megvan a rutinom ehhez, gyakorlatilag alulról régebbi kernelektől kezdve elkezdem
megnézni azokat, hogy milyen kernel van feltelepítve. Én azt mondom, hogy egy régebbi kernel az mindenképp legyen fent. Az, hogy éppen milyen verziójú, az teljesen mindegy. Egy olyan verziójú kernel legyen fönt, ahogy látjátok, 6.5-ös a legmodernabb. Én az 5.15-ös közül, ami fönt van, azt meg fogom tartani. Igaz, az már nem támogatott, és áttehetném egy olyanra, hogy a 5.15.0.94.2-es, és az hosszú ideig támogatott, áprilisig a 27-es éve, de én azt gondolom, hogy ez a kernel működött. Múltkor működött, amikor ez volt a fő kernel, ez volt a legújabb kernel, működött, ehhez hozzá nem szeretnék nyúlni. Természetesen installálhatsz még egyet, ha szeretnél, de most a másik irányba megyünk, kevesebbet szeretnénk. Megnézzük a 17-esek között, hát pontosan 0 darab van, 19-es 0 darab van, megnézzük, hogy a 6-5-ös között van-e, oké, van egy telepítve, meg egyhez oda van írva, hogy aktív. Terminálból is lehívhatod az UNAME parancsal az, hogy melyik kernel van telepítve. Én igazából, hogyha itt grafikussal meg tudom mutatni, nem fogok terminálozni, mert sok embert az zavar. Oké, tehát a 65014-es az aktívam, meg fel van telepítve a 65017-es, az igazából azt jelenti, hogy legalább 2 darab olyan kernelem van, amire támaszkodhatok, ha nem indulna el egyik, akkor a másikhoz bútoláskor ott a listából a haladó vagy valamilyen ilyen részben ki tudod választani, hogy melyik kernel induljon el, ilyen adatmentési, rendszermentési, biztonsági cuccok miatt ezeket azért ott felsorolják, nézd meg a következő bútoláskor, és akkor ki tudod választani. Tehát nekem már van 3 darab olyan kernelem, ami nekem bőven elég, amire tudok támaszkodni. Hogyha mind a 3 valami csoda folytán tönkre menne, nem fog ilyesmi lenni, akkor nagy bajba lennék, de ennek a rációjából, ebből az elgondolásból így pontosabb, tarthatnék 512-t, vagy annál többet is, mert hát biztos, hogyha 511 tönkre megy, akkor az 512-edik működni fog. De valljuk be, hogyha van 10 darab, mondtam egy számot, kernel, és elkezd az első, második, harmadik legfrissebb, illetve használt kerneleid megpusztulni, visszaléptetsz a másodikra, harmadikra, akkor már egyik se indul, akkor már nem a negyedik, ötödik, századikat nézegeted, hanem azt mondod, na erre igazából egy nagyobb műtét vár, és akkor elkezdesz az interneten nézelődni, hogy mit ajánlanak ilyenkor, hogyha nem indul a gép. Oké, nekem megvannak a kerneleim, azaz, ami aktív, az marad, a telepített az marad, tehát a két legfrissebb, és ezeket el fogjuk távolítani, illetve valami ócska nagyon régi. Nagyon régi, legyünk őszinték, az a kernel akkoriban jó volt. Ha valami vész probléma van, akkor érdemes egy ilyet is megtartani, illetve megtartani arra, hogyha probléma van, mert ha esetleg pontosan valami miatt a 6-os sorozatú kerneleket megeszi az ördög, akkor legyen egy 5-ös sorozatú kernelem. Túl biztosítottuk a dolgokat, de biztos, ami biztos, telepítve van, rákattintunk, és azt mondja, hogy tervezett eltávolítás, eltávolítás, tervezett eltávolítást választjuk, mert több is van, rákattintunk, ide megyünk, tervezett eltávolítás, telepítve, ő sem kell nekem, tervezett eltávolítás, és megnézzük, hogy minden be van-e pippantva. Igen, be van-e pippantva. Egyetlen egy dologra hívom fel a figyelmet, legalább 2 darab az aktívon kívül. Ez az én magánvéleményem, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon helyszükében van, akkor legalább 1 az aktívan használt kerneled kívül, azt úgyse tudod eltávolítani, legalábbis reményeim szerint soha nem próbáltam ilyen baromságot csinálni, hogy kikapom a kernelt a gép alól, a futóprogram alól, de nem fogod tudni eltávolítani, legalább 2, vagy 3 legyen neked meg. Oké, a következő gondolat tervezett műveletek végrehajtása, és akkor a tervezett műveleteket végrehajtjuk. Megkérdezi még egyszer, hogy mit szeretnénk csinálni, természetesen az alkalmazásra bökünk, és utána elkezd dolgozni a gép, de előtte megkérdezi a titkos jelszót, ez egy tesztrendszer, erre bizony a 3 darab nagyon titkos a betű a jelszó, nyilván rendszeremen, használt rendszeremen nem ezt használom, de amikor
naponta próbálok ki egy rendszeren valamit, akkor azért nem szeretném minden alkalommal, egy külön gépen vagyok egyébként, minden alkalommal ugyanazt mutogatni, hogy jó hosszú a jelszavam. Unalmas. Ha valamit tesztel az ember, az a lényeg, hogy gyorsan elvégezze. Oké, egyébként a kernel eltávolítása nagyon gyors. Hozzáteszem, amióta nem fordítjuk a kerneleket, tehát nem forráskódból jön fel, hanem kész tomagként érkezik, a kernel telepítése is gyors. Azért beszéltem ennyit, hogy lássuk, a rendszer napra kész. Biztos, ami biztos, és ezt érdemes egy nagyobb művelet után megcsinálni, a frissítésre rá fogok bökni, nem fog új csomag érkezni, vagy legalábbis sok új csomag nem fog érkezni, de leszeretem frissíteni, mert sok mindent fölrakok, sok mindent lerakok, letávolítom, és utána előfordulhat, hogy ilyesmi marad a gépen, ami nem kell, na hát ezt a későbbiekben egy másodperc múlva megnézzük, hogy hogyan lehet eltávolítani. A következő gondolata, ahonnan elindultam, hogyha esetleg egy új frissítés érkezett, ez idő alatt a felrakott akármikhez jöjjön le rögvest, de hát itt nem ez történt. Következő lépés nem kötelező, és nem igazán az a lépés, ami olyan, hogy hát ezt mindenképp meg kell csinálni, de én azt szeretem, hogyha automatikusan eltávolítjuk azokat a program részeket, függőségeket, bár itt nem sok minden volt olyan, hogy változtattam volna a rendszer olyan téren a rendszeren, hogy csomagok fölle mentek volna, de azért én szeretek egy autoremove-ot elindítani, tehát sudo, szintén sudoljuk kell, természetesen apt és get autoremove. Egy kicsit azért gépeltem be ezeket a parancsokat, nekem ezekhez a parancsokhoz aliaszok vannak hozzátársítva, hogy lássátok magát a parancsot, ne csak egy aliaszt, egy rövidített parancsot, tehát sudo apt-get autoremove. A feltelepített valamikor, valamivel feljövő függőségeket fogja eltávolítani. Igazából én azt mondom, hogy ez a rendszer, mármint az apt-get autoremove, az 99%-ig megbízható, de hogyha nagyobb műtéteket csinálsz, tehát teszem azt, használod a Linux mintet, felteszed a GNOME-ot hozzá, mint asztali környezetet, majd a KDE-t, majd utána még 2-3 ilyen asztali környezetet, és utána le akarod az egészet szedni, azért az autoremove-nál nézd meg, hogy mit szeretne eltávolítani, miért? Mert ott azért nagyobb műtét volt, sok-sok-sok program, sok-sok-sok függőség, lehetnek benne hibák, ami eltávolít olyasmit is, ami kell. Hát bizony ez kellemetlen lehet, de én azt mondom, hogy soha ne nagy műtéteket végezzünk a rendszerünkön, hanem amikor lehet, és van rá lehetőség, lépésenként haladjunk. Oké, szegényen megint megkérdezi a titkos jelszavamat, elindítja, és azt mondja, hogy ezeket el lehet távolítani. Ezzel 246 megabájtot fogok én megtakarítani. Látjátok, a Linux, az van ideírva, hogy Linux, akármi, ezeket elárulom, ezek kernelnek a fentmaradt részecskéi, olyan függőségek, amit felhoz. Az előbb mutatott kernel eltávolítás nem fogja megcsinálni, hogy ezeket lesikálja, le is fogjuk sikálni. És egy Enter-t ütöttem, mert az nagy I per kis N, azt jelenti, hogy ha Enter-t ütsz, akkor az igenre fogunk lépni. Ennyi volt. Köszi szépen, sziasztok, és mindenkinek jó Linuxozást kívánok.